Köszöntöm Önöket, ez már a Weekend második része. Október a látás hónapja, a témával kapcsolatosan több vendéget is hívtunk. Először is köszöntöm Szűcs Pétert, szia! Sziasztok! Hát rengeteg szemüveget hoztál, nem csak a tiedet, ami rajtad van. Az elsődleges dolog, hogy mi a fontos a ti számotokra, optikusok, látszerészek, szemdoktorok és így tovább. Mi az, amit kiemelnél október hónappal kapcsolatosan, hogyha már említettem, hogy most van a látás hónapja? Ez több mint másfél évtizedre tekint vissza ez a kampány, az október a látás hónapja, és párhuzamosan fut vele most már a látni és látszani kampány is. Nekünk az volt ezzel a célunk a szakmának, hogy évente egyszer mindenki figyeljen a látás egészségére, és lehetőség szerint évente jelenjenek meg szemészeti vizsgálaton. Ennek több fontos jelentősége is van. Azon túl, hogy csak úgy tudunk közlekedni biztonságosan, hogyha tökéletesen épp a látásunk. Ez a közlekedés biztonság szempontjából nagyon fontos. Azonban a látáson túlmenően olyan szemészeti elváltozásokat is tudunk így szűrni, amelyeket csak akkor lehet felismerni, hogyha mindenki rendszeresen részt vesz ezeken a szűrővizsgálatokon. Kevesen tudják, de vannak olyan súlyos betegségek, amelyek vaksággal végződhetnek. Azonban, hogyha korai stádiumban felismerjük, akkor könnyen lehet őket kezelni. Egy egyszerű cukorbetegség elvezethet elég komoly szintekre. Egy magas vérnyomás, és így ugye azért van. A népesség nagy része ebben szenved, olyan vissza nem fordítható traumát okoz a szemben, amelyeket még idejében lehet kezelni, de hogyha már túl későn kerül hozzánk az illető, akkor valószínűleg meg is vakul. És milyen jó, hogy mondtad, hogy az a fontos, hogy mindenki évente legalább egyszer menjen el egy ilyen szemvizsgálatra. Én azt hittem, hogy tökéletes a szemem, hogy én mindent látok, mennyire kafa az, hogy nekem nincsen se lencsém, se szemüvegem, se semmi. Aztán elmentem egy ilyen vizsgálatra, felraktak egy feles-feles lencsét, és így kinyílt a világ, gyönyörűen élesen látok most már mindent, de én azért nem vettem fel most a szemüvegemet, mert hogy azt fogjuk megmutatni a te szemüvegeiddel kapcsolatosan, hogy hogyan válasszunk megfelelő keretet. Mire kell odafigyelni, hogyha mondjuk kijön az, hogy nekünk most szemüvegesek, vagy szemüvegkel, mi alapján válasszunk? Mert gondolom fontos az, hogy kinek mekkora a feje, milyen formájú. Rengeteg szempont van, amit figyelembe kell venni. Elsősorban az, hogy volt-e már az illetőnek szemüvege, vagy nem, mert a legtöbb ember nem akar először szemüveges lenni. Tehát ez egy óriási probléma, hogy még hogyha gond is van a látásával, azért húzzák, halasztják a dolgot, mert hogy fogjuk kinézni szemüvegben. Hát ha megkeres egy optikai szalont, ott már annyi féle típusú keret van, hogy biztos, hogy mindenkinek tudunk találni olyat, ami az egyéniségének, meg az ízlésének megfelelő. De befolyásolja a keretválasztást a dioptria is. Tehát bizonyos... Ezért egy szódás szifon vastagságú szemüvegnél. Ott hiába trendi a nagy keret, hogyha valakinek nagyon magas a dioptriája, akkor megpróbáljuk erről lebeszélni, hogy lehetőség szerint ne olyat viseljen. Illetve vannak olyan speciális dolgok, hogyha valaki fémérzékeny, akkor fémkeretet nem adunk neki, hanem műanyagot, vagy titániumból készültet, amit fémallergiások is viselhetnek. De elsősorban esztétikai okokat szoktunk figyelembe venni. Újdonság még mindig a műanyag keret, és abból is a színesebbek. Fel is próbálom. Aminek az elsődleges előnye például ennek a keretnek azon kívül, hogy tök jól áll, hogyha érzed a súlyát, hogy szinte semmi súlya nincs. Tehát könnyű. Ezek az új műanyag keretek nagyon-nagyon könnyűek. Tehát aki eddig arra panaszkodott, hogy azért nem szeret szemeget viselni, mert nehéz is elnyomja az arcát vagy az orrát, az egy ilyen keretet nyugodtan viselhet. Vagy egy olyan keretet, mondom én ezt laikusként, ugye mondtad, hogy nagyon sok olyan ember van, aki mondjuk nem szeretne szemüveges lenni, de vannak olyan keretek, aminek konkrétan majdnem nincs is kerete, mert mondjuk én damilos, vagy talán láttam egy olyan szemüveget. Igen, ez például egy keret nélküli szemüveg. Aha. Bár a forma inkább a férfiaknak kedvez, de ha megpróbálod, azért azt tudjuk érzékeltetni, hogy olyan, mintha nem is lenne rajtad semmi. Igen, tényleg ez is tehát nagyon ez könnyű. Ez egy pihekönnyű és nem is látható, tehát láthatatlan keret. Számos olyan szemüveg keret is van már a polcokon, például ez a márkát nem mondunk, de ez egy sportkeret. És nagyon divatos, markáns. Divatos, markáns, és sport célra van kifejlesztve, tehát ez egy olyan speciális, tök jól áll a sötét színű keret is, olyan speciális alapanyagból készül, ami törhetetlen. Ez olyan komorabb egy kicsit. Hát komorabb, de mondjuk, hogyha egy komorabb úriember elmegy teniszezni, akkor is szívesen felveszi magára, mert ez arra célra mondjuk tökéletes. Az biztos. Illetve, ha már a trendeknél járunk, idén a nagy trend, azok... A Harry Potter szemüveg. Igen. Vagy akár mondhatnánk, ugye,
popkultusz képviselőit. És valóban keresik, bár inkább ez második, harmadik szemnek szokták választani a kerek formát. Tehát olyan ritkán fordul, hogy valaki elsőre egy ilyen keretet választ magának. Ez egy olyan, ez olyan, amihez kell egy stílus, kell egy bevállalós ember. Ezt azért én is így látom. Úgyhogy, de ettől függetlenül az idei évnek ez az újdonság, hogy az ilyen kerekformák jönnek vissza napszemekbe is, és optikai keretbe is. Ami különlegesebb még, szintén sportkeretben mondjuk egy ilyen keret. Ennek már az ergonómiai kilakítása is olyan, hogy sportcélra van kilakítva. Illetve, ha már itt a látni és látszani kampánynál járunk, akkor említsük már meg azt is, hogy elég sok szemüvegkeret készül már úgy, hogy van hozzá külön előtét. Ez például egy kontrasztfokozó előtét, aminek a jelentősége pont az őszi-téli időszakban csúcsosodik ki. Ilyenkor ugye lecsökken a látótávolság, rosszak a látási viszonyoknak, nincs elég fény, és ez az előtét pont azért jó, mert rosszabb látási viszonyok között javítja a látási esélyünket, mert ez egy kontrasztfokozó szín. Tehát amikor valaki éjszaka vezet, ködbe vezet, szakad esőbe, akkor hogyha egy ilyen előtétest tesz a szemüveg elé, vagy esetleg, és talán ez az egyszerűbb, hogyha mondjuk pont egy ilyen keretet választ magának, mert létezik ez dioptria nélküli verzióban is. Milyen szép kialakítása van. Ez is egy sportkeret, nyugodtan felpróbálhatod. Tehát az a lényege, hogy ez egy kontrasztfokozó hatású sárga szín, ami itt a fénynél valószínűleg erős, mert felelősíti a szín, de rossz látási viszony között viszont tök szuper szolgálatot tesz. Tehát biztonságosabbá tehetjük ezzel a közlekedést. Illetve vannak, ez például egy szemüveglencse típus, amiben egy kontrasztfokozó réteg van magán a lencsén, tehát nincs színe a lencsének, egy réteg van rajta. Ennek pedig az az előnye, hogy ugyan nem tartalmaz dioptriát, de hogy sok esetben megpróbáltatjuk olyan, mintha tisztában látna vele az élet, élesebb lenne, pedig ez egy nulla dioptriás lencse. Tehát nem csak azoknak érdemes szemüveget viselni, akiknek dioptriára van szükségük, hanem azok is viselhetnek szemüveget, és azzal is fokozhatják a közlekedésben való biztonságukat, vagy a számítógépes munkájánál a biztonságukat, akinek nincs szükségük dioptriára. Mindig van trend, akár ruhánál, hajnál, szemüvegnél is. Most 2016-ban mi a divat? Hogyha egy dolgot kellene kiemelned, akár színre vagy formára. Színes műanyagkeret. Színes műanyagkeret, tehát akkor az még mindig hódít. Két színű például, amit a legelőször próbáltattam veled, az is, vagy akár egy ilyen. Akár egy ilyen. Na még ezt gyorsan felpróbálom. Ez is tényleg nagyon vagány, és férfi, ez az? Ez lesz az? Ez, mármint, ez, hogy? Ez lesz az én szemüvegem, hogy ott jól áll, akár? Ez is lehet, meg az első is nagyon jó volt. Milyen jó, hogy nem ez széles. Például ergonomilag tökéletesen érezkedik az orrodon. Tehát ez nem hagy nyomot, mint egy hagyományos műkeret. Nagyon könnyű a szemüveg. Nagyon jó látótere, látómezeje. Tehát ez is milyen jó, hogy évekkel ezelőtt még ezek a keskeny szemüvegek voltak, most már legalább látunk rendesen. Aki évekig nem járt optikába is bemegy, az most nagyon meglepődik, mert azt a picit téglalapot már nem találja, csak nagyobb kereteket. Viszont a lencsegyártók technológia is úgy változott, hogy ezekhez a nagyobb keretekhez igazítják a lencséknek a legyártását is. Több olyan technikai szemüveglencse létezik, amit már keskeny keretben nem is lehet belehelyezni, csak ilyen nagyobbakba, mélyebbekbe. Úgyhogy minden ez irányba indult most el trendben. Na hát én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, hogy itt voltál, és hát méltán mondhatnám, hogy amúgy simán lehetnél a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság sajtó szóvivője vagy referense, mert hogy már ugye felkonferáltad majd, hogy nem a következő vendéget is, mert mondtad, hogy van ez a látni és látszani kampány, Szikszai Tihamér, szervusz, üdvözöllek téged is. Hát Peti is mondta, hogy ugye fontos az, hogy egyrészt lássunk, hogyha mondjuk vezetünk, de hogy azért minket is lássanak. Miért fontos a rendőrség részére ez a kampány, és mi az, amit ilyenkor, hát súlykoltok egy kicsit az átlag polgárba? Igazándiból azért fontos nekünk, mert ezek által a balesetek számát tudjuk csökkenteni, emberi életeket tudunk ezzel megmenteni, kevesebb sérült lesz az útjainkon, tehát mindenképpen egy pozitív hatással fog ez járni, és nyilván megbeszéltük a tárgyi dolgokat a láthatóságról, az egyik részről, az emberi részről, az emberi szem részéről így. Nos, hát a fiúk lehet, hogy nem fognak annyira örülni neki, de én átlépdenek a másik oldaladra, mert hogy itt van a biciklim, amivel nap mint nap közlekedek, és hát ez eléggé hiányos, megvallom őszintén. Nézzük, hogy mi hiányzik róla, már hogyha azt szeretném, hogy mondjuk ne üssön el egy autós. Hát az nagyon jó lenne, hogyha a láthatóság biztosítva lenne. Az egyik
szemmel látható hiány az rögtön az első keréken elhelyezett prizma hiánya. Oda 2 darab prizmát kellene felhelyezni, minimum 2 darab prizmát kellene felhelyezni egy körsíkon. Többet lehet, kevesebbet nem szabad. Ki lehet váltani azzal, hogyha mondjuk gumit cserél az ember, és most nem téli gumira gondolok, hanem egy olyan gumira, ami fényvisszaverő csíkkal van ellátva, egyre több kerékpárt látunk már, aminek a gumianyagába bele van ez integrálva. Ez legális? Ez teljesen legális és elfogadható. Igen, tehát megengedett az, hogy maga a gumi fényvisszaverő anyaggal legyen bevonva. Ezen felül látunk még sok minden mást, ami nem igazán legális. Lehet, hogy nem is jó, ha azt mondom, hogy jó, ha akkor is valamire, mert látható. Uh-huh. Nem szabályos, de látható. Tehát ettől biztosan jobb, tehát ezt fel kell szerelni. A hátsó kerékre csak szabad felszerelni, illetve szabad a pedálokra prizmát felszerelni, ott meg is van, tehát oldalról annyi a gond, hogy oldalról ez a kerékpár nem látszik, tehát egy kereszteződésben elhaladva veszélyes lesz. A világítás úgy látom megvan a kerékpáron, első és hátsó világítás megvan. Hát dinamó! Igen. És az még kevés lenne, de fényvisszaverő prizmával is rendelkezni kell elő és hátra. Azonban ez itt megvan, hiszen bele van integrálva magába a lámpatestbe. Ez így is elfogadott, sőt, lehet, hogy kevesen tudják, de a jogszabályváltozás miatt megengedett most már az, hogy nem a kerékpáron van a világító berendezés, hanem mondjuk a kerékpárroson egy fejlámpa. Akár mondjuk a fejlámpa. Így van, vagy hátul a hátizsákon, ha van megfelelő mondjuk piros fényű folyamatos vagy villogó üzemmódú lámpa, az is tökéletesen megfelel. A jogalkotó eljutott arra a szintre, hogy a lényeg az, hogy látható legyen, szabályos is, és látható is így most már. A van egy nagyobb megvan, méretű igen? Kis zacskó, amit én szeretnék veled kibontatni, mert hogy én ezt felveszem, mert hogy én szeretnék tényleg látszódni itt a víkendben is, meg az utakon is. Ezeket a mellényeket, fényvisszaverő mellényeket amúgy kell, vagy csak jó, ha használjuk? Van olyan eset, amikor kötelező, és van, amikor erősen ajánlott. Én úgy gondolom, hogy ajánlott minden esetben ennek a használata, amikor az ember közlekedik. Ez egy ilyen, úgy látom, nőjebb méret. Jó, hogy nem egy XXL-est hoztam. Igen, az úgy lobogna, mint Superman. De a láthatóságot akkor is biztosítaná. Tehát van, amikor kell lakóterületen kívül korlátozott látási viszonyok között kötelező ennek a viselete, kerékpáros esetében. Ez azt jelenti, hogy bármikor jöhet egy olyan idő, hogy besötétedik, tehát a lámpának is nem kötelező mindig a kerékpáron lenni, én azonban azt ajánlom, hogy mindig legyen ott a világító berendezés táskánkban, zsebünkben, ridikülbe, kinél mi van, mert hogy bármikor lehet, mondjuk nyáron elmegyünk a strandra jó időben, délután jön egy vihar, besötétedik, beborul, akkor viszont már fog kelleni mind a mellény, mind a lámpa. Tehát célszerű, hogyha ott van, nem kötelező felszerelése nappal, de célszerű, ha ott van. Mi van akkor, hogyha defektet kapok, és gyalogosan kell közlekednem, mondjuk lakott területen kívül, akkor is gondolom kötelező így van, így van. Viselnünk. Mit javasolsz amúgy mondjuk az autósoknak, hiszen ha jól tudom majd, hogy nem egy ilyen segítő napotok is lesz szombaton holnap. Így van, ott a láthatóságra különösen fogunk ügyelni. Ez a Hírplázánál lesz szombaton, reggel 9 órától délután 4 óráig várjuk a autósokat, de nem csak az autósokat, meg szoktuk vizsgálni akkor a kerékpárosokat is, illetve a kerékpárokat is. Lehetőség lesz kereszteszt kitöltésére, motorszimulátor részek szemüveg kipróbálására, tehát egy több rétű rendezvény lesz. Gyerekekre gondolunk színezővel, kirakóval. A kinti területen pedig a gépjárműveket kompletten át fogjuk vizsgálni, hiszen a tél közelettével nem csak a láthatóság, nem csak a fényeket kell megvizsgálnunk, hanem azt, hogy a folyadékok megfelelőek-e, akkumulátor állapota, ablaktörlő berendezések, hiszen ahhoz, hogy lássunk, nem csak a lámpánknak kell jónak lenni, hanem mondjuk az ablaktörlő berendezésnek olyan lapáttal kell rendelkezni, olyan folyadékkal kell rendelkezni, hogy az téli üzemmódban is működjön. Hát érdemes erre a rendezvényre várni, meg esetleg a várakozók sorába beállni, hiszen ingyenes ez a bizonyos rendezvény. Még egy pár dolgot hoztál nekünk, ide leraktad az asztalra, nézzük meg, hogy mik ezek, és akkor én is oda súranok itt a bicikli mögött. Így van, és ez nem csak, hogy ingyenes, hanem a Nyírplázánál például találkozni fognak ezekkel, és szóróanyagként osztogatjuk is a készlet erejéig. Ez a kerékpárosok részére Fordítva. Aha. Kerékpárosok részére nagyon hasznos hát dolog. Nagyon jó. A nadrágunkat össze tudjuk csiptetni vele, és így nem fogja a biciklilánc, hogyha nincs láncvédő, például a kerékpáron, akkor nem fogja a lánc bántani a nadrágot, és nem borul fel az ember, tehát baleset megelőzési szempontból is egy hasznos dolog. Mind a mellett, hogy fényvisszaverő anyagú, tehát
jobban látható a kerékpáros. Ezt a gyerekeknek ajánljuk, ez több matrica, fényvisszaverő anyaggal bevonva. Ha a táskájukra, vagy egyéb olyan kis sporttáskájukra felragasztják ezt, kollégám szoktam mondani, hogy a plazma tévé közepére kell, de amikor a szülők nem örülnek, felragasztja, akkor ez is segíti a láthatóságot, mind a mellett, hogy egy kis matricával, vagy egy kis figurával el is van látva, de ez is láthatóságot segít. A gyereken lesz olyan anyag, olyan eszköz, ami láthatóvá teszi, amikor mondjuk az iskolából megy haza. Nyilván a gyerek nem fogja magát kivilágítani, mert ha adunk neki egy lámpát, az másnapra nem lesz meg, ez viszont, ha fel van ragasztva, akkor tovább ki fogja bírni. Van egy másik mosolygósabb, vidámabb dolog is, ez micsoda? Ez is egy villogó, ami arra szolgál, hogy a gyerek a hátizsákjára vagy bárhova felteszi, de nem csak a gyerek, hanem fel tudja tenni a felnőtt is, amikor fut és láthatóvá válik. Hát több üzemmódja van ennek a smiley-nak, és ezt is erre tudja használni, hogy láthatóvá váljon, és az anyag ennek pedig prizmás rendszerű, tehát ha nincs is bekapcsolva, de ott van a hátizsákon a gyereknél vagy felnőttnél, akkor láthatóbbá válik. Én köszönöm szépen, Tihamir, hogy elfogadtad a meghívásunkat, holnap pedig mondhatjuk azt, hogy mindenkit várnak a Szegfő utcai nagy-nagy bevásárlóközpontnál a rendőrök, hiszen ingyen lehet megnézettetni többek között az autót, a biciklit, és lesz kreszteszt, no és részek szemüveget is ki lehet próbálni, szerintem ez viszi mindig a prímet, de hát ha már ennyit beszéltem erről a programról, jöjjön most egy programajánló. Elena Ferrante olasz író 1992-ben írta, megjelentette meg első könyvét, azóta álnéven ír, egy kicsit puskáznom kell, amikor elhagytak, nő a sötétben, tékozló szeretet, ezek azok a könyvei alkotásai, amik magyar nyelven is megjelentek, és ő annak idején azt mondta, hogy ha egyszer valaki lebuktatja, kinyomozza, hogy ki van az álnév mögött, akkor ő abba hagyja az írást, és hát hatalmas botrány kerekedett a közelmúltban, mert ha minden igaz, akkor lebukott az író, úgyhogy most várjuk, hogy feladja a pályáját, avagy sem. Innen jött Nagy Boglárka szerkesztő kolléginámnak az ötlete, hogy foglalkozunk azzal a témával, hogy miért jó álnév mögé bújni. Hát vendégeim azért vannak itt, hogy megvitassuk akkor ezt a bizonyos kérdést. Gerlicki András, akinek van egy álneve, valamint itt van Lupák Éva, pszichológus, szervusztok! Szia! András, egyből téged támadlak le. Titok vagy nem titok, hogy mi az álneved? Nem titok, kiderült, ugyanis egy közös cikket írtam a partneremmel, Hasaspasassal, Gerlicki András Hasaspasas néven, a Vörös Postakocsi azt hiszem utolsó nyomtatott számában, amikor már nem volt pénz a nyomtatott verzióra, és úgy gondoltuk, hogy akkor ismerjék meg ezt a figurát. Hasaspasas. Az írományaidból szinte egyértelmű volt, hogy ugye ezt az álnevet kell használni, mert volt azért olyan, amikor különböző kritikákat írtál mondjuk adott étterről, tehát ott kellett az álnév. Te is szükségesnek érezted? Természetes, sőt a műfaj lényege az, hogy álnéven írnak, hogy ebből az álnévből egy figurát teremtenek, márkanevet, ha sikeres ez a teremtett szerző. Az elején élveztem a titokzatosságot, élveztem azt, hogy időnként dicsérik ezt a figurát, közben még nem ismernek engem, mindenkinek jól esik, ha tud is róla, hogy a háta mögött jót mondanak róla. Viszont az idézetíró nővel ellentétben a vége felé már alig vártam, hogy leleplezzenek, lebuktassanak, de nem buktam le, soha. Soha nem gondoltál azon, hogy esetleg elkezdeni egy új utat álnéven? Volt valaha ilyen gondolatod? Időnként előfordul, de még csak a névig sem jutottam el, talán azért, mert Hasaspasas él, alszik, de él, és érdekes, hogy ez nem csak
kép, ez az élet, úgy érzem, hogy valóságos. Hát nem ölhetem meg, nem szüntethetem meg, mert akar még valamit csinálni. Ugye utána nekem egyéb dolgaim voltak, a tanítás, talán ezek közül a legszebb és a legfontosabb elhivatottság, a Krúdi Gimnázium tanára vagyok, büszke vagyok erre, hiszen a névadó szellemében élek, írok, alkotok. Tehát nem szüntettem meg ezt a figurát, sőt volt egy rövid periódus, Tasnádi Csaba a színház igazgatója hívott, de nem engem, nem Gerlicki Andrást, hanem a Hasas Pasast, akinek a személyiségére, kedélyességére szüksége volt, beszéljen, csevegjen a színészekkel, kukkancson be a próbákra, nézzen be a színházi büfé konyhájába, amiket én mind meg is tettem, és néhány szövegem ott is van máig, színházi ényentségek címen a színház honlapján. Hasas Pasast igazán megszerette nem csak a Vörös Posta kocsi olvasója, hanem a megyei olvasók. Hát nézzük akkor ezt egy picit talán komolyabb, vagy másabb szemszögből, hogyha fogalmazhatok így. Miért jó álnév mögé bújni, és egyáltalán kik azok, akik választják ezt az utat, Éva? Sokat gondolkodtam ezen a témán, és egyrészt van ez, amit András mondott az ő szemszögéből, hogy egy kicsit más személyiség lehet, de azt gondolom, hogy van-e mögött egy nagy védelem is, vagy jelentkezhet egy ilyen védelmi funkciója is, főként, hogyha a kritikusokra gondolunk, vagy az olyan írókra, akik esetleg olyan témában írnak, ami nem feltétlenül elfogadott, és hogyha belegondolunk, mostanában nagyon sok embert támadnak interneten, bloggereket, különböző megnyilvánulásaik miatt, és hogy sajnos az utóbbi időben ezek már elég személyes formát öltenek, tehát nem csak az írásokat kritizálják, hanem sokkal inkább szólhat a személynek is, és ezzel egy kicsit talán vissza tud húzódni a reflektorfényből, illetve hogy pont egy női írót mondtál, azért, hogy ha abban gondolunk bele, hogy egy nő mondjuk egy véres krimit ír, vagy olyan szexuális tartalmú dolgokat, amit nem biztos, hogy felmerne vállalni, akkor lehet, hogy könnyebb, hogyha egy álnéven jelenteti ezeket meg, és akkor a bírálatokat is egy kicsit így el tudja kerülni, vagy védve van. És most már sokkal nagyobb ennek a tere. Gondolok itt arra, hogy azért a 21. században élünk. Évekkel ezelőtt mondjuk nagyon nagy divat volt a chat, de hát most meg annyi helyen találkozhatunk azzal, hogy nem biztos, hogy Lupák Éva van mondjuk, Lupák Éva neve mögött. Mit gondoltok erről? Tehát, hogy azért itt az elmúlt években, évtizedekben ez az álnév használat ezért mindenféle területen elburjánzott. És hogy azt mondod, hogy a 21. században vagyunk, tehát azt gondolnánk, hogy nincsenek előítéletek. Ehhez kapcsolnám egy picit azt, hogy most, hogy olvastam a témában, sokszor láttam azt, hogy női írók férfi álnéven jelentetik meg a könyveiket. És hogyha a Harry Potterre gondolunk, akkor ott is J.K. Rowlingnak a betű, kezdőbetűit is javasolták, hogy ez olyan titokzatos. András nagyon mosolyog. Mi a véleményed erről? A titokzatosság az nagyon fontos szerintem, még kíváncsibbá teszi az olvasót. Uh-huh. Tehát látszólag rejtőzöm, valójában oda tolom magam az olvasó elé, más nehogy válaszol, el ne kalandozzon a figyelme. Én legalábbis így értelmezem az ilyen típusú rejtőzködést. Én is ezt tapasztaltam egyébként. Nagyon sokszor kívántam volna azt, hogy az én nevem legyen ott, hogy lássák, hogy ez Gerlicki András csinálta, de sokkal jobban esett az, hogy így meg folyamatosan, még akkor is tudták, hogy én vagyok, nem rólam beszéltek, hanem erről a kedveskedélyes alakról. Vannak itt azért a térségünkben is olyan alkotók, akik álnév mögé bújnak. Egyet-kettőt biztos vagyok benne, hogy mondjuk András, te is ismersz. Mi róluk a véleményed, vagy hogyan gondolkodtok róluk, hogy ők miért választották vajon ezt az utat? És értelemszerűen azért nem hívtam be őket, még ha ismerem is őket, mert hát Hasas Pasas az Gerlicki András, de őket azért lebuktatni nem szép dolog. Szerintem a név egy idő után mindenkinél élni kezd, ha író teremti meg, de ha más álnevet, most leszámítva a csetet, leszámítva az internetes, azok azonosító címkék gyakorlatilag olyan, mint az óvodában a kis Maci, csak éppen egy kimondott vagy leírt név. Aki viszont íróként nevet használ, nevet teremt, a mögé azonnal személyiség kezd kialakulni, formálódni, és
ez egyfajta játék is természetesen a figurával, nagyobb ereje lesz, fontosabb lesz, érdekesebb lesz esetleg, mint maga az, aki ír, aki éli a hétköznapi életét. Nem akarok elrettenteni senkit, de azért ez lehet egy kicsit veszélyes, nem, Éva? Azt gondolom, hogy ha a személyiség egészséges, akkor ez egy jó játék is lehet, hogy egy kicsit más szerepbe bújunk, tehát ugyanúgy, hogyha abban gondolunk bele, hogy kicsit mások vagyunk a munkahelyen, kicsit mások vagyunk otthon, és akkor ez ad egy ilyen játékosságot, hogy akkor teljesen átszellemülök, és elkezdek úgy élni, úgy létezni, mint egy másik ember, azokkal a tulajdonságokkal esetleg, amiket mondjuk én magamban nem annyira használok a hétköznapokban, de például hasos-pasosként tudom őket használni, és bátran lehetek jókedélyű, vidám, életteli, míg mondjuk a másik munkámban visszafogottnak kell viselkednem. Akkor lehet, hogy a stáblistán most már mindenki a saját kis álnevét fogja kiírni, nem a rendes nevét, szerkesztői, operatőri vagy vágói nevét. Én köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és beszélgettünk erről a témáról. Szerintem amúgy több is lehetne ebbe, de most ez így volt valahol kerek, mert elindultunk valahonnan, és hát akkor, aki nem tudta még, Gerlicki András, hasas-pasas, én köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Önökkel pedig egy hét múlva találkozunk, addig is szép hétvégét, jövő hétre pedig kitartást, a viszontlátásra.